Több ezer embertől vesznek a napokban DNS mintát a rendőrök a soroksári gyilkosság 3 kilométeres körzetében. Gyakorlatilag minden ott lakó 17 és 70 év közötti férfitől. A környékbeliek együttműködőek igyekeznek segíteni a nyomozást. Az áldozat férje azonban kétli, hogy közöttük kell keresni a gyilkost. Vidos Mihály riportja. Egy Krisztina fényképével díszített koszorú és néhány letaposott, leégett mécses a bokrok között. Ezek emlékeztetik az errejárókat arra, hogy 13 hónapja itt végeztek a 36 éves édesanyával a gyilkosai. De a tettesek még mindig nincsenek meg. A rendőrség szerint valahol itt, a helyszín 3 kilométeres körzetében lakhatnak. Legújabban ezen a több mint 28 négyzetkilométeres területen keresik a gyilkosokat. Méghozzá a magyar kriminalisztikában páratlan alapossággal. Két úriember kijött, megmutatták a jelvényüket, mindent, és azt mondták, hogy a DNS mintát akarnak venni, és hogy újra kérdeznek mindenkit. A környékbeli 17 és 70 év közötti férfiak mindegyikétől DNS mintát gyűjtenek, mert a gyilkosok DNS-e megvan ugyan, de a nyilvántartásokban nem szerepel. Engem még nem kerestek, de valószínűleg nem sokára fognak jönni hozzánk is. Volt egy ilyen kis pálcikájuk, az, hogy bedugták a számba, itt két oldalt vettek nyálmintát, és tulajdonképpen ennyi volt. Most várom, azért vagyok az utcán. Az imént látott úrhoz néhány perc múlva meg is érkeznek a nyomozók, a mintavételt nem vehetjük fel. Nagyjából 20 perc alatt végeznek és már mennek is, de a házlakója ekkor már nem akar mesélni. Nagyon szívesen mennek el. Egyik szemem sír, a másik meg nevet, örülök, hogy történik előrelépés a nyomozásba. A másik meg azért sír, hogy miért 13 hónap a később. A meggyilkolt asszony férje Kardos Lajos szerint ugyanis ezt már régen megtehették volna a rendőrök, de nem fűz sok reményt a tömeges mintavétel eredményéhez. Én megmondom őszintén, hogy én nem hiszek abban, hogy egy ott lakó szomszéd lenne a gyilkos. Én ott élek 43 éve Soroksáron, és senkiről nem feltételezem az ott lakók közül, hogy bármi közül lett volna a feleségem halálához. Hát most hajléktalanokról nem beszélek, de azok nem ott lakók, és már régen nincsenek ott. És ugye a DNS mintát se tudnak venni, mert az már rég elhúzódta onnan a fakrát. Az országos rendőrfőkapitányság a nyomozás érdekei miatt nem árulja el a tömeges DNS mintavétel okát, ahogy a nyomozás jelenlegi állásáról sem beszélnek. Azt írják, a rendőrség továbbra is minden eszközt bevet, hogy megtalálják Krisztina gyilkosait, így a korábban meghirdetett 5 millió forintos nyomravezetői díj is érvényben van még. Vidos Mihály, Hír 24.